Újoncként jól szerepel a megyei első osztályban a rakamazi futballcsapat. Madalina György tanítványai öt fordulót követően három győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a negyedikek a tabellán. A Spartakus legutóbb nagyhalászban végzett egy-egyes döntetlenre. Szerdán kupameccset játszik a rakamaz, az országos főtábla első körében a korábbi szövetségi kapitány Pintér Attila által irányított NB1-es mezőkövegyet fogadják Deme Attiláék. A hazaiak edzője el tudott volna képzelni könnyebb ellenfelet is az élvonal újoncánál. Nem örültünk neki, nem csak azért, mert nagy valószínűség szerint ez lesz a végállomás, hanem ennek van anyagi vonzata, szerettünk volna még egy olyan csapattal játszani, akit meg tudunk verni, és a következő fordulóban bármelyik nb csapatot szívesen láttuk volna. Sajnos az új kiírás értelmében ez most nem lehetett megvalósítani. Összesorsoltak, szerintem volt azért benne egy kis irányított sorsolás de hát állunk elébe, gondolom a játékosoknak is, mint nekem is, meg a nézőknek is egy óriási élmény lesz, hogy egy nagyon jó nb csapat ellen játszunk. A mérkőzés szerdán 15 óra 30-kor kezdődik a rakamazi futballpályán. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, egyből 11-eseket rúgnak a csapatok. A kupában még érintett többi megyebeli együttes, a Nyíregyháza Spartakusz, a Kisvárda, a Nyírbátor, a Baktalórándháza és a Balkány szeptember 21-én lép majd pályára.